Vissza kell adni a szaktudás a szakértelemmel végzett munka becsületét, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a hazánkban első alkalommal megrendezett Skills Hungary nemzeti döntő ünnepélyes megnyitóján a Budapest Hung Expo vásárközpontban. A kétnapos szakmai versenyen a Magyar Honvédség is képviseltette magát. Az összesen 12 versenyszámban megrendezett válogatóra több mint 300 versenyző jelentkezett, ezért több szakmában 2014. február első hetében is zajlottak még a szponzorok által szervezett előválogatók. Az ünnepélyes megnyitón Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a verseny résztvevőit. Régen a jó szakembert mesternek is hívták. Mesternek a szó legnemesebb értelmében a szakmája mesterének. A bölcs emberek a mai napig úgy tartják, hogy az igazi mester nem az, akinek a legtöbb tanítványa van, hanem az, aki mellől mesterek kelnek útra. Remélem, hogy az itt jelenlevők, a zsűri tagjai, a szervezők, a versenyzőket felkészítő oktatók és a tisztelt vendégek mellől sokan keltek már útra. Abban is bízom, hogy a verseny résztvevői idővel maguk is igazi mesterekké fognak válni. A nemzeti döntő során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyszámok szponzoraival együtt keresi azokat a fiatal szakembereket, akik Magyarországot képviselhetik majd a Euroskills Lille 2014, vagyis a Szakmák Európa bajnokságán, illetve a 2015-ben a brazíliai São Paulo-ban megrendezendő, a Szakmák Olimpiájának is nevezett World Skills São Paulo 2015 világversenyeken. Az ünnepélyes megnyitót követően a különböző versenyszámokban, szakmákban került sor a versenyző kiválasztására. A Szakmák Európa bajnokságán ápolás és gondozás versenyszámban a Magyar Honvédség is megmérettette magát. Magyarországon elsőként, idén február 6-án került átadásra egy olyan klinikai demonstrációs egység, ahol a ifjú nővérek, ápolók elsajátítják az összes olyan gyakorlati tevékenységet, ami a betegágynál elengedhetetlenül szükséges. Ezek a felszerelések a kórházban rendelkezésre állnak, gyakorolni lehet rajtuk, még mielőtt a beteghez kerülne az ápolónő, a beteg környékében dolgoznak. Előtte bábukon, különböző múljázsokon begyakorolják azokat a mesterfogásokat, amivel a beteg kezelhetők. Érzlatt, a vénabiztosítás, újraélesztés, ágytálazás, szondalevezetés, és sorolhatnám sokáig ezeket a gyakorlati fogásokat, amelyet először bábunk kell elsajtani, még mielőtt a kórházi ágy mellé kerülnek a nővéreink, ápolóink. A megmérettetés az két helyszínen történik, az egyik az egy első segélynyújtás, hiszen az egészségügyi szakdolgozónak rendkívül fontos képessége kell legyen, hogy tudjon adaptálódni a rendkívüli helyzetekhez. Ez a szakképzésben az első segélynyújtás szintjén, és majd a későbbiekben a sürgősségi ellátás szintjén lesz jól mérhető, illetve miután ez egy ápolóképzés, alapápolási folyamat a másik helyszín, ahol ápolási folyamatot kell megvalósítani. A mindkét helyszínen szakképzett imitátorok segítik azt, hogy nem csak a környezet legyen életű, hanem maga a szituáció is minél életűbb legyen. A kétnapos verseny március 6-án ér véget, amikor is kiderül, hogy kik lesznek a franciaországi Euroskills Lille 2014 versenyre utazó csapat tagjai, valamint kik közül kerülhetnek ki a 2015. évi versenyen Magyarországot képviselő versenyzők.